A legnagyobb tartományi támogatást, 158 millió dinárt Szabadka kapta. Új gyárcsarnokot építenek. Egy 2100 négyzetméteres csarnokot fogunk építeni ezekkel az eszközökkel, illetve önkormányzati költségvetési eszközökkel. Ennek a következménye az lesz, hogy valószínűleg legalább 100-150 új munkát fogunk teremteni. Zenta 10 millió dinárt nyert az üzleti inkubátorház befejezésére. Az irodaház már készen van, a gyártási csarnok befejezését tudjuk elérni, és ezzel jövőre már a kezdővállalkozóknak tudunk biztosítani irodahelyiséget, üzletcsarnokokat jóval kedvezőbb föltételekkel. A tartományi kormány ide vonzaná a külföldi beruházókat, ezért nyújt támogatást. Do sada smo izgradili samo preko fonda za kapitalno ulaganje 10 industrijskih zona i 4 industrijska parka na površini od 550 hektara. Dakle, ogromna je površina koja privlači i dovodi investitore u Vojvodinu i zbog toga je gotovo polovina stranih investicija koje su došle u Srbiju upravo našla svoje mesto na teritoriji naše pokrajine. A támogatás elsődleges célja az infrastruktúra fejlesztés és a munkahelyteremtés. Bez novog zapošljavanja nema perspektive društva i zbog toga smo danas upotrebili 200 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta da pošaljemo snažnu poruku i osnažimo lokalne samouprave da razviju svoje radne zone. A támogatott projektek nem csak munkahelyeket teremtenek, fejlesztik és versenyképesebbé teszik a kis és közepes vállalkozásokat, és serkentik a befektetői kedvet.